Fél év, pontosabban egy fél idény után mind a táblázatra pillantva, mind a látottak alapján nem lehet más mondani, mint azt, hogy a szekszárdi UFC nem lépett előre az elmúlt évekbeli önmagához képest. Így a stabil középcsapattá válás terve időarányosan nem teljesült a megye egyébként egyetlen NB3-as csapatánál. A rabszolvikusan játszó, a kelleténél ősszel több gólt bekapó szekszárdi csapat ugyanis a 12. helyen zárta az őszt. Ami még nem lenne baj, mert hogy a 7. Dabas is csak momentán 5 ponttal gyűjtött többet náluk. Az első csapathoz tavaly visszatérő, korábbi több időszakban is sikeredző, a gyenge teljesítmény a várakozás alatti szereplés okát, a fontos játékosok, a kulcsemberek sérülése miatti hiányzásokban látja elsősorban. Elismeri ugyan DNS Pál, ilyen másokat is sújt, de az UFC-t meglátása szerint a nem megfelelő tudású, tapasztalatú cserejátékosok hiánya miatt ez a csapatépítésben és a konkrét teljesítésben érzékenyebben érinti, mint a tapasztaltabb, rutinosabb játékosokat felvonultató ellenfeleket. Mindenképp lehet úgy teljesíteni, hogy a középmezőben biztonságosan foglaljunk helyet, de azért azt látni kell, hogyha elmegy 8-10 meccs, azért óvatatlanul jönnek a sérülések, eltiltások, és olyan erős állománnyal nem rendelkezünk, hogy 2-3 embert is akár tudjunk hétről hétre pótolni. A padon ülő fiatalok még nem tudják pótolni a kiesőket. Büszke rá a vezetés egyébként, hogy az UFC-ben focizik a legtöbb saját nevelésű fiatal az NB3 középcsoportjában, de ettől még nem lesz olyan szerethető középcsapat az UFC, amely idehaza a jelenleginél több nézőt tud vonzani a meccseire, mint most. Igazolni kellene már most a télen, kirajzolódtak ugyanis az objektíven létező korlátai is a csapatnak. A téli felkészülés az mindig hosszú, tehát nem lehet tudni azt, hogy esetleg van-e arra lehetőség, hogy akár egy vagy két játékos tudjunk igazolni, aki erősítést jelent, de én úgy gondolom, hogy mindenképp kellene, hogyha nem akarunk úgy járni, hogy az utolsó fordulókba dőljön el, hogy kiesünk vagy sem. Én úgy gondolom, hogy a játékosokkal különösebb probléma nincs. Nyilván azt tudni kell, hogy itt az első 5-6-8 csapat, azok délután edzenek, a mi játékosainknak csak délután van lehetősége, és még egyszer mondom azt, hogy inkább minőségben meg létszámban kellene kicsit jobbak legyünk, itt gondolok egy-két-három játékosra. Nagy valószínűséggel rutinos védőket is keres az UFC. A 17 meccsen összeszedett 32 gól jelzi, mindenekelőtt a védekezésben, a hátsó játékban kell rendet tenni a csapat házatáján a tavaszi sikeresebb folytatáshoz.